A tápjó vidék már több mint 6000 éve lakott terület. Az ősi kultúrák hagyatékai, mezőgazdasági szerszámok, bronzművesek, kovácsok művei, a leányvár megtalálhatók Sűben. A források szerint honfoglaló törzseink közül Tarján törzse telepedett le itt. Szent István korában átlagos népsűrűségű terület. A 13. században említik írásos források a mai Sűsáv korai elődjeinek nevét. Elsőként a török vonulások következtében néptelenedett el majdnem teljesen Sűj és Sáv. Az 1570-es évektől kezdődik a népesség lassú visszaáramlása, 1576-ban a jegyzékekben ismét szerepel a két falu. Az újratelepülés az 1750-es évekig tartott. Nagy szlovák kisebbség települt a faluba, főleg Sápra, s ugyancsak jelentős zsidó közösségről is van tudomásunk, amiről a ma is megtalálható zsidó temető, valamint a múlt században átépített, majd lebontott zsinagóga maradványai tanúskodnak. A vasút ösztönzően hatott tápjósúly iparára. Két malomról tudunk a községben, 1910 után már bank is található a faluban, s említésre méltó az állomás mellett épült szálloda és vendéglő, melynek épülete ma is megtalálható. Az 1880-as évek elején épült a budapesti honvéd helyőrség katonai tábora a mai Szilvafasoron, mely az első világháborúig a honvédek szálláshelyéül szolgált. Az első világháború alatt fogolytáborrá szervezték, az 1930-as években már a Leventék kiképző központja. 1942-től zsidókat és nem kívánatos személyeket hoztak ide, majd innen munkaszolgálatra szállították tovább őket. A két falu először 1950-ben egyesült Sűsáv néven, de a fennálló lakossági feszültség miatt 4 évvel később szétvált, s 1970-ben egyesítették végérvényesen a két települést. A közös közművek megépítése miatt mára teljesen egybeolvadt az egykor különálló két falu. 1990. október 8-án alakult Sűsáv nagyközség önkormányzata. Thank you.
idén lesz 40 éve, hogy 1970-ben Tápió Súly és Tápió Sáv nagyközségi olvadt össze Súly Sáv néven. Több mint 8000-en laknak itt, és örvendetes, hogy folyamatosan gyarapodunk. Közel 1000 gyermek látogatja oktatási nevelési intézményeinket. A négy telephelyen működő Csicservi óvoda, a Szent István általános iskola, valamint a Móra Ferenc általános iskola és annak tagintézménye jól felszerelt, korszerű infrastruktúrával bírnak.